Sziasztok! Újra Vivian vagyok a Barta Pincétől. Ő itt Denevér, és egy kicsit előre dolgoztunk. A 2017-es pezsgőt fogom bemutatni nektek ma. 100% furmint. A Királyhegyről jött, Mádról, és itt láthatjátok a dobozi erdőlőt, ahonnét konkrétan jött, ezekről a szőlőtőkékről. A Királyhegyet a 13. században említették először. A dobozi az egyik aldülője, ami nyugati fekvésű, mindig is az első osztályú dülőkhöz tartozott. Azért készítünk innét pezsgőt, mert nagyon szépen megmaradnak a savak. 2017-ben például 10-es savakkal szüretelt, 9 és 10 fél közötti savakkal szüreteltük a pezsgő alapokat, és a végén lett belőle egy 9-es gram per liter alapú pezsgő alap, amiből ez a pezsgő készült. Pár palackot degorzsáltunk belőle decemberben, és 9 g cukorral dózáltuk. Kóstoljuk meg! A pezsgő habzását ugyan már nem láttátok, de szép volt a habzása, megígérem. Buborékokat meg tudjátok nézni még talán. Ízében citrusosság, erős citrusosság, egy kis vagányság, egy kis vadság, aminek még az évek során be kell simulnia. Az íz hossza az adott, nagyon adott. Hogy mihez ajánlanám, ez egy érdekes kérdés. Mondjuk champagne szószos tatár beefsteakhez. Vajon van ilyen? Ti csináltatok már? Sziasztok, szép napot!